Sziasztok! Láthatjátok, egy pillanat, ezt kapcsolom. Ah, csend lett. Szóval, mint láthatjátok, egy kicsit átalakulások történtek a szerver szobában. Sőt, éppen ezt is itten ingyen bontom lefele. És amár így belendültem ennek a dolgoknak így a szétszedésébe, gondoltam akkor egy kicsit videózok is róla, és akkor bemutatom, hogy mi is az, ami történt, és mi is az, ami jelenleg történik. Tehát, egy gyors összefoglaló a múltkori videót, ha esetleg azt valaki nem látta. Modem, UPC biztosítja, innen az internet, eddig átment ugye egy switchbe, és innen osztott el a webszervernek, nagyszerversről, szóval innen mindenhova. Viszont most bekerült egy másik router, ami ez a számítógép itt. Ez egy AMD-s gép, van benne 2 giga RAM, meg bele van rakva egy gépházba, van benne épp egy pár gigás Winchester. Ez a számítógép itt router, DHCP szerver, tűzfal és proxy szerverként is üzemel. PFSense nevű FreeBSD alapú operációs rendszer fut rajta. Jelenleg ez az én routerem, tudom egy kicsit overpower, de semmi baj. Innen visszatér az internet a másik sárga kábelen, és szét van osztva egy 10x100-as Linksys switchre. Ennek a Linksys switchnek van egy apró problémája, mégpedig az, hogy néha fogja magát, gondol egyet, és minden adatkapcsolatot így megszüntet, és egy kicsit így lefagy. Ezért ezt ugye cserélni kellene, ez az egyik, amit cserélni, az egyik ok, amiért cserélni kellene. A másik ok, hogy végre UPC-nél a egyel följebbi kategóriába léptünk az internettel, ez pedig nem más, mint a 240 megabit per szek letöltési és 20 megabit per szek feltöltési sebességgel bíró internet csomag. Ez az a probléma ugye, hogy a 240 megabit per szekes letöltéshez, hogy az tényleg annyi is legyen, gigabites eszközök kellenek, tehát a magában a modembe, illetve hát ugye a routerbe is gigabites hálókártyát, illetve gigabites csatlakozók vannak ebbe is beépítve, abba gigabites hálókártyát kellett tenni, és a számítógépben is ugye gigabites alaplapi hálókártya van. Egyébként gigabites hálókártya már szinte minden számítógépben van, az újabbakban meg biztos. Az a lényeg, hogy viszont most van egy szűk keresztmetszetünk, ez a switch, ami 10x100-as, az azt jelenti, hogy ha innen még elindul a 240-es sebesség, átér a gigabites hálókártyán, egyébként majd amit mindjárt megmutatok, egy dual gigabites hálókártya, nagyon jól néz ki majd mindjárt, onnan visszatér ugye a 240-es sebességgel, viszont ez itt a szűk keresztmetszet, ez 100 megabit per szeknél nem enged át magán többet, és konkrétan ez így itt kicsit lefogja az internetnek a sebességét. Erre született az a megoldás, amit itt tartok a kezemben, egy TP-Link 24 portos gigabites switch. Ha valakit érdekel pontosabban a típusa, akkor ez egy TLSG1024D switch, TP-Link, hát mégis ez van. Gyors összefoglaló, akkor továbbiakból Raspberry Pi, mint webszerver, ZIXL, NSA 210, mint NAS szerver, és szerintem itt így ennyi is volt. Ja, igen, nyomtató szerver, bekerült egy új router access pointként beállítva, tehát hogy a WAN portba van dugva, ki van kapcsolva rajta a DHCP, ez csak a Wi-Fi-t szolgáltatja, valamint, mi volt, ami még itt a... Ja igen, hát azt hiszem a múltkorinál még nem volt bent ez a tápegység, ez a megszakító, és tulajdonképpen ez itt lent, ez a három darab akkumulátor, ami tulajdonképpen a webszervernek, a modemnek, és ugye eddig a switchnek biztosította a szünetmentes tápellátását, tehát hogyha bármi történt, akkor itt még volt ezeknek áram. Ami kis módosítás lesz ugye, hogy az új switch az nem 12 voltos táppal rendelkezik, hanem konnektorba dugós 230-al, tehát akkor azt most így nem fogjuk tudni szünetmentesíteni ezzel a megoldással. Majd hogyha lesz annyi időm, hogy megjavítsam a rendes szünetmentest, akkor az majd kiváltja ugye annak a helyét. És van itt ugye egy ilyen szellőző kiárat. Azért forgat itt állandóan, mert a kinti lamellákból valamennyire lehet látni,
ott a lamellákat, kint nem, semmit nem lehet látni. Mindegy, az a lényeg, hogy az kinti négy lamellából egyet eltörtem valamikor múltkor, amikor próbálkoztam vele. Szóval ez most így a húzatnál is forog. Valamint ugye a szerver szobának a kialakítása olyan, hogy ez a szellőző, ez körülbelül ilyen magasságban van, viszont a melegedő dolgok, amik errefele vannak, és ugye itt fönt, a levegőt azt ugye itt fönt melegítik, tulajdonképpen ebben a sarokban, és az apró probléma ugye, hogy a meleg fölfele száll, és ha ez innen kifele húz levegőt, akkor tulajdonképpen erről a környékről húzza el a levegőt, úgyhogy azt kell majd csinálni, valahogy onnan föntről kell a fölmelegedett levegőt távolítani el a helységből, valamint az ajtó alján pótolni majd a levegő hiányát, ugye, amit innen kiszív ez a ventilátor. Valamint ugye még itt van a monitor billentyűzet és a, tulajdonképpen a konzolja itt az egésznek. Na, a másik dolog, ami egy kis újítás lesz itt, egy úgynevezett patch panel, így, amit tulajdonképpen arra való, hogy ide a hátuljába be lesz kötve a switchből jövő kábel, és ide az elejére pedig be lehet dugdosni számítógépeket, illetve mindezt az összes kábelt, ami itt így lóg, ezt így ide szépen majd be lehet dugni, és akkor kicsit átláthatóbb ez valahol majd itt fog helyet kapni. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy egy kicsit itt ezt is arrébb kell tolni, így át kell itt módosítani mindent. Valamint ugye a switchet, ami itt van, valahova, hát úgy ide föl kell rögzíteni, és akkor innen a kábeleket szépen el lehet vinni ugye a patch panelhez, amihez ugye kell nekünk kábel, kategóri 5E kábel. Ez a kábel, ez egyébként hát a gigabitre nem hitelesített, viszont működik vele a gigabites kapcsolat, tehát egyébként kategóri 6, vagy más néven CAT 6 kábel kellene nekünk hozzá, egy úgynevezett krimpelőfogó, és itt van, itt is van, ilyen kis RJ45-ös csatlakozó végek, amit majd tulajdonképpen a kábelünkre ráteszünk, és ezzel fogjuk azt elérni, hogy például ezen a csatlakozón is ugye ilyen véget fogunk rátenni, és ezzel fogjuk legyártani a saját úgynevezett patch kábeleinket majd. Ez egy elég hosszadalmas folyamat lesz, úgyhogy valószínűleg föl fogom valahova ide a sarokba tenni a GoPro-t, és egy timelapse lesz ebből az egészből. Úgyhogy akkor most az első része ennek ennyi volt, akkor most timelapse, és akkor elkezdem szétszedni a dolgokat.
igazából most itt tartok. Patch panel végre fönn van a helyén, az összes kábele bekötve. A kábelek másik vége szépen csatlakozóba végződik a switchbe bekötve. Itt mindegyik ki van próbálva, mindegyik tényleg oda van bedugva a switchen is, a egyes port az egyes, itt is, stb. Tehát ezeket szépen megcsináltam. Próbáltam kicsit a kábeleket is így szépen elvezetni, csak kicsit sok a kábel, úgyhogy így nehézkés. Akkor a webszerver már fölkerült, megkapta a saját netkábelét, alá fog kerülni a switch, akkor a nyomtató szervert is majd mindjárt áttesszük ide a táblára. Azt kell még akkor egy másik netkábelt csinálni neki. A tápegység megszakító visszakerül, az akkumulátorok visszakerülnek, megkötjük a tápjaikat ezeknek a dolgoknak. Tulajdonképpen akkor most már egész jól állok ahhoz képest, hogy egész nap szinte ezt csinálok, nem tudom, olyan délbe kezdtem és már ennyi az idő, úgyhogy... Nos, ez az egész folyamat jóval több időt vesz igénybe, mint ahogy gondoltam. Jelenleg 3-4-8 múlt, úgyhogy most már mára szerintem ezt befejezem, mert már alig bírok a talpamon állni. Visszakerült a router, a patch panel megmaradt itt, ahol volt. Itt is most már nagyjából visszatettem mindent. Tápegység, akkumulátorok, ugye ez a két akkumulátor az, ami hajtja, szünetmentesíti tulajdonképpen a modemet, a webszervert. Visszakerült, hogy a KVM switch vissza lett kötve, ugye a monitoron lássam, hogy vagy ennek a gépnek, vagy a webszervernek ugye a kezelőfelületét ezen a monitoron. Akkor itt szokott lenni egy billentyűzet, annak is fölkerült a USB hubja, fölkerült most már egy rendes panel is, ugye a elektronikus dolgoknak, valamint ide kívülre a Wi-Fi access point is. Akkor szerintem a mai napra itt ennyi lesz, amennyit megcsináltam, és akkor a holnapi nap folyamán a szellőztetést azt átjuttatjuk oda föntre. Arra tulajdonképpen van egy ilyen cső, meg a végén egy ventilátor. Ezt majd a holnapi nap beépítjük oda föntre a sarokba. Úgyhogy akkor a mai nap állása az így ennyi, és akkor a holnapi nap pedig folytatódik. Készültem a dolgokkal, vissza van pakolva minden, minden üzemel, minden úgy működik, ahogy kell. Szellőző cső itt kintre be van kötve. Lamellát kint a négyből, azt az egyet, amit eltörtem, megragasztottam. Szellőztető cső sarokba fölvezetve, onnan szívja a levegőt, látható egy ventilátor. Akkor annak a vezérlése az még majd hátra van egy ilyen 4 csatornás plusz, illetve 4 plusz 2 csatornás ventilátor vezérlővel próbáltam ki. Ez majd valahova ide föl lesz rögzítve, és akkor ez kicsit automatizálva is lesz, ugye itt van egy ilyen termosztát, ami beállítható hőfokú, hogy most éppen 28 fokra van állítva. Lehet állítani, hogy mikor kapcsoljon be, illetve mikor kapcsoljon ki, aminek ugye itt ez a kis fém kapszula az érzékelője. Ez fogja majd tulajdonképpen vezérelni akkor nekünk ezt a szellőztetőnket. És amiről még nem beszéltem, egy IP kamera, ami majd kintre fog fölkerülni. És akkor még majd ez az, amit még be fogok kötni. Ez majd még kell hozzá egy olyan átalakító, ami
lehetővé teszi azt, hogy a kameráik csak egyetlen egy kábelt fűzzek ki, ugye tulajdonképpen ez egy PoE injektor, az azt jelenti, hogy Power Over Ethernet, vagyis egyetlen egy ilyen netkábelen a narancssárga és a zöldereken viszi a jelet, és a barna és kék érpárokat használja arra, hogy a kamerának áramot juttasson el. Ez tulajdonképpen majd egy ilyen adapter, ami ide kerül, és akkor ide be van dugva a két vége, neki másik vége egyetlen egy ilyen csatlakozó, azt bevezetem ide, itt bent pedig pontosan a másik vége, azért hagytam itt ki ezt a helyet, hogy itt a két kamerának majd a PoE adaptorát be tudjam ide tenni, és akkor az egyik fel a tápegység, a másik fel a patch panelbe, és kintre a másik végét pedig a két kamera. A kamerának egyébként a rögzítését valószínűleg a Raspberry-n fogom majd elvégezni egy Motion nevű alkalmazással. Úgyhogy tulajdonképpen akkor majd még ezt a IP kamerákat kell elhelyeznem, valamint ugye akkor a ventilátorvezérlőt beüzemelni, termosztáttal összekötni, és tulajdonképpen akkor nagyjából így meg is vagyok a szerverszoba átalakításával. Szépen itt lent is visszarámoltam nagyjából a dolgokat, egy csomó fölösleges cuccot kihaigáltam innen. Így is egy kicsit azért kicsi a hely, tehát így épp hogy csak megfordulni tudok benne. Ez körülbelül 2,5 köbméter, vagy valami még annyi se. Úgyhogy hát akkor így ez az én kis szerverszobám felújítva. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha esetleg kérdésetek van, akkor azt írjátok meg ide a kommentekbe. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!